Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki hallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, ki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostob emberhez hasonlít, ki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, és összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta a tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudó. Ezek az evangélium igény. Szeretett magyar testvéreim! Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből vett részlettel igazából Szent István királyunk üzenetét kapjuk. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, kik hiába valóságunkon járatják eszüket, elméjükre sötétség borult, szívük megátalkodottságban következménye mindez. Testvérek, mi nem csak földi hazát kaptunk Szent Istvántól, hanem az ég felé is utat mutatott. Igazából az embernek az ad hazát itt a földön, aki az Istennel összekapcsolja. A zsoltáros énekli, mert a madár házat talál magának, s a gellérce is fészket, hova fiait helyezze. Én a te oltárodnak seregek, Ura, én királyom és én Istenem. A pár napig élő kis féreg, egy tücsök, amely itt ciripel a nyárvégi estében, egy madár, mely az éjszakában elrepül a hold fényudvara előtt, itthon van a földön. A földből vétetett és visszatér a földbe. Nem tudja, hogy van. Ezért napjai, évei egy öntudatlan, örökké valóság. Nincsenek az állatnak kérdései. Nem vetődik föl benne, hogy honnét és hová, mi okból és mi célból, mettől és meddig. Nem tud a halálról, ezért nincs is halál számára. Az állat itthon van ebben az univerzumban, ebben a világmindenségben, az ember azonban nem egészen van itthon. És ez a méltósága. Tud önmagáról. Rálát a világra, a világ pedig nem tudja, hogy van. Nincs egészen itthon az ember ebben a világban, kilóg belőle. Testvérek, ez tapasztalati tény. Itt kezdődik a hit. Nem az égbe kell felmenni, hogy Isten megtaláljuk. Nem a katekizmus kell kinyitni, és prédikációkat hallgatni. Az első mozdanat az ember. Mert Isten teremtette az ember. Nincs egészen itthon az ember ebben a világban. Mert nem csak a világra figyel, kutatja, fedezi a világot, hanem az ember lelke mélyén, a lelkem mélyén valaki szól hozzám. Tessék leellenőrizni. Mondjuk egész nap nekem volt mindig igazam. Férjnek, a feleséggel szemben, vagy fordítva a gyerekekkel, mindenkivel. És este a csöndben, az éjszakában valaki azt mondja, de nem mondja, de mégis megérted. Tudod, hogy hazudtál. Ki ez? Ez valaki. Ez a valaki adott erőt a vértanúknak, akik a hazánk szabadságáért meghaltak. Hiába ütötték, verték, és mondtak, akármit akartak,
tudták, az a belső hang mondta, hogy neked van igazad. Nincs egészen itthon az ember ebben a világban, mert az ember szabad. A világban pedig semmi se szabad. Hát az a megdöbbentő, hogy bennünk semmi sem szabad. A sejtjeink sem, és azoknak a kicsi része az atomok se. Csak mi vagyunk szabadok. A kőzetek nem szabadok, a növények sem, az állatok sem. Testünkkel ebbe a világba vagyunk beleágyazva. És ez lényeges. Egyedül a kereszténység is abban, hogy föltámasztja az utolsó napon az Isten az ember. Nem a lélek halhatatlansága. Arról a pogány is tud. A legtestiesebb vallás a kereszténység. Amely azt mondja, hogy ez a test, amely fejlődik, romlik, leépül, átmegy rajtunk az anya 2 éven át, akkor is átmegy majd, amik eltemetnek. De mi ide, ebbe a világba vagyunk belekomponálva. És Isten az utolsó napon fölemeli az embert. Testvérek, az a belső hang, az nem mi tőlünk van. Az valakinek a hangja. Igen, ha magunkba tekintünk, felfedezzük azt, hogy van valaki, aki minket teremtett. És hogy elsősorban az Istenhez tartozunk. Az embernek az otthona az Isten. Testünk a világban való, az énünk Istentől való. Ezt mondja ki a meseszerűen a Szentírás. De hát nem mesél az. Mindenki tudja, hogy a szöveg az mese. De az üzenet az igaz, hogy a földből alkotta meg az embert. Hát nem Darwin fedezte fel azt, hogy rokona vagyok az állatnak, és rokona vagyok a köveknek is, de én nem. Az élet lehelletét, az ént, az Isten lehelte az emberbe. Az nem az apámból és az anyámból lett. Ezért szentséges a fogantatás, azt Isten találta ki. Ott mindig egy én születik. Isten teremt valakit, és felszabadít minket a fajtól. Minden ember egy csoda, egy külön világ mindenség. Igen. Térjünk vissza a szentpáli szöveghez, mely országalapító királyunknak egy üzenete. Nem ott kezdődik az embertani lezüllés, hogy hiába valóságból járatjuk az eszünket. Bocsánat, lásd kereskedelmi rádió. Nem ott kezdődik, hogy elménkre, intellektusunkra sötétség borul, mélyebben a szív megáltalkodott. Testvérek, Szent Pál egy olyan antropológiát, olyan embertant ad elő, amit az egyetemeknek vizsgálni kéne. Nagyon jól tudja, ő a szívet nem a dobogó hús szervnek tartja a Szentírás, hanem a szívnek azt tartja, hogy az az én. A képe csak a szív. Ugye hallottuk a példabeszédek könyvéből, hogy fiam, vigyázz a szívedre, a személyedre, az énedre. Abból indul ki az élet. Nem a testi, hanem a személyes élet. Azt mondja, hogy a szívük megátalkodott, megkeményedett, nincs nyitva egy másik tehre. Ha egy hitetlen ember már szeret valakit, akkor már Isten felé lépett egyet. Csak tudja, hogy az a másik is meghal. Mindenki kapcsolatban van Istennel. Nem csak a templomba járunk. És lehet, hogy néha még megdöbbentően, amikor rádöbben, az az isteni te. Csak az magyarázza meg, hogy én vagyok. És ennek az énnek, a személynek van 2 nagyszerű képessége, esze van, ész, ráció, és van értelme, mens, intellektus. Ez egy óriási dolog. És az ész, az nem én vagyok, de az én eszem. Az én értelmem, az nem én vagyok az értelem, de van értelmem. És mire való az ész, mire való az értelem? Az ész arra való, hogy ezt a világot megismerjük. Nagyon sokat mond egy ilyen elszólás, amikor a gyerek másodfokú egyenletet akar megoldani, vagy fizika példát, és ostobaságot csinál. Azt mondja a tanár, hogy
használd az eszedet. Vagy pedig tanítják azt az asztalos inast. Te ne úgy fogd meg, használd az eszedet, hát levágod az ujjadat. Tehát az ész erre való. Felfedezzük ezt a világot. Matematikával leírjuk a törvényeit. Hát persze, a törvényeket nem mi találtuk ki, azokat csak felfedezzük. És itt az emberiség az utolsó 400 évben, utolsó 100 évben óriásit fejlődött. Erre épül rá egy civilizáció, és azért az egy nagy áldás, hogy van mobiltelefon, van tévé. Családtagja nem tudom hol van interneten, naponta beszélhetsz vele. És mondhatnánk, óriási dolog ez. Ez nem az ördögtől van. Ez a világ az Istentől van. Ez az ész. Na most testvérek, itt sikerünk van, és az ember a saját sikereitől megszédül. És a modern ember azt mondja, hát kell itt azon gondolkodni, hogy miért vagyok a világon. Hát olyan szépen el vagyok reggeltől estig. Minek ide Isten? Nem kell. Tehát az a jólét, amiben élünk, testvérek, higgyétek el, amiben ma egy átlag polgár él, azt az orosz cár soha nem élte. A napi hideg-meleg fürdő, a tévé, a telefon, stb. Tehát egy jólétet, ez nem baj. De az azt jelenti, hogy talán éretlenek vagyunk a találmányainkra. Az ész erre való. Tehát a természettudományok alapján nem kell azzal foglalkozni, hogy van-e Isten vagy nincs. A matematikáról nem tud, nem is tudhat. Egy tudós lehet hívő, mert megdöbbenti ez a világ szépsége minden, de az Isten nem lehet úgy bebizonyítani, hogy 2 × 2 = 4, de a szerelmedet se tudod úgy bebizonyítani. Egyszerre két világban vagyunk, egy mérhető világban és egy mérhetetlen. Hol van 2 kiló szeretet? 3 méter felelősség? 5 napi jóság. Nem lehet lemérni. És mi ebben is élünk. És egy kicsit jobban élünk ebben, mint az ész által felfedezett és a technikai civilizáció által kiépített gyönyörű világba. Hiszen milliárdosok gyerekei akasztják fel magukat. És azt mondja, nem tudok köztetek élni. Hát mindened megvolt. Nem. Nem szerették. És a szeretetet nem lehet matematikával leírni. Akkor miért hazudunk, hogy csak anyag vagyunk? Nem csak anyag vagyunk. Nem igaz. Ami a szívedet megdobogtatja, az nem anyag. De az anyagba öltözött. Amikor a kisunokád rád mosog, és azt mondja, papa, ezt sose mondja egy kutya. És sose érzed azt emberi szív, amit ott érez. Persze, hogy idegileg is ezt lehet mérni. Testünkre hat. De nem anyag. Testvérek, az értelmet kaptuk arra, hogy ezt keressük. És sajnos nem használjuk az értelmünket, az eszünket használjuk. De az értelmünket nem az, hogy honnét vagyok én? Mi lesz velem a halál után? Lesz valami? Mi az egésznek az értelme? Hát hogy lehet, hogy a világ mindenséget egyedül én értem? Az ember az a világ mindenség istene. Soha ne imádd az energiákat, meg ilyen hülyeségeket, bocsánat a szóért. Ez az agyva pogányságot. Te vagy a világ istene, de csak akkor, ha belekapaszkodsz a teremtőbe. Mert ő Ádámot azért tette a földre, hogy művelje és uralkodjon rajta. És magam vagyok a kérdés. Hát honnét vagyok? Na most testvérek, az a baj, hogy az elmére már homály borul. És ezért az eszüket hiába valóságolja. De az eszüket se azon járatják, amin kellene. Hát testvérek, félek elmenni hivatalos helyre, mondjuk egy borbéhoz, mondjuk hála Istennek a hivatalokban nem szól, egy kereskedelmi rádió, és az testvérek, az a gyalázatos lötyögés. Fogadd meg, és légy egy délután teljesen csöndben. Ez a lötyögés azért kell,
hogy az eszüket a hiába valósággal járatva, mert elhomályosult az értelmük, mert senki se segített nekik. Ne szídjuk a világot! Az egyházzal van baj. Jobban kell hinnünk. Ne szidd a diszkózó és kábítószeres ifjúságot. Hát értelmes, azért adja a testét a kicsapongásnak, hát ha nincs több, akkor mi csináljak? Akkor érzékteleníti önmagát szegény. Ez következmény, és ott az a legmélyebb, amire Szent Pál mond, hogy a szívük megátalkodott. Vagyis az énjük nem keresi azt a nagy tett, az Istent. Be van zárva. Testvérek, aki csak keresi az Istent, aki csak életében elmondott egy imádságot, nem hiszem, hogy elveszik. Mert Isten maga a szeretet. De keresd! Ezt jelenti, amit István felajánlotta a szűzanya által Istennek az országot. Nem csak egy vallás, ez végtelenül intelligens tett. Hogy úgy vagy itthon, ebben a világban, ha keresed azt a másikat, ha megnyitod a szívedet az Isten szeretetének, egy nagyhírű angol bombázó pilótát kineveztek kapitánynak a II. Világháborúba. Hatalmas társaság, ettek, ittak, és valahogy véletlenül, mert ilyen véletlenül kerül elő, Isten neve előkerült. A kapitány remek szóra. Az Isten, az nem más, mint a tulajdonképpen az én tudatom kivetítésé. Isten az a sorsom. Erre megszólal egy asszony a másik asztal végén, aki, ahogy mondja a kapitány későbbi önéletrajzába, ugyancsak felöntött a garatra, míg ők, és ezért, mert átszólni keményen, nem ivott kevesebbet, mint mi. Uram, micsoda ostobaság! Nem értem, hogy ilyen művel tiszt, hogy mondhat ilyen hülyeséget, hogy az Isten a sors, az Isten az valaki, a személy, aki szeret. Felosztatta a vacsorát. Ettől kezdődött megtérése, és hitvalló keresztényként halt meg. Szeretném én is oda kiáltani a világnak. Számoljatok le azokkal a süket, fületlen kisistenekkel, amiket mi kitalálunk. Az Isten a Szent Háromság, Jézus mondta meg, hogy lehet egyedül egy Isten? Egyetlen isteni természet, aki nem tud nem lenni, egyetlen létteljesség, de ha személy, akkor nincs egyedül. Hát most képzeld el, hogy egyedül lennél örökké a világban, nem láttál volna ember. Az a pokol. Miért nem hallgatunk a názáreti Jézusra? Ezt felfedezni nem lehet. De megnyitni a szívünket lehet, hogy Isten közösség, ezért alkotott családot, ezért alkotott nemzeti közösségeket, ezért van az emberiségnek a nagy családja. Tehát ha baj van, politikai, gazdasági lehet, de az csak felület. A szívben van a baj. Az ember elzárkózik, eltompul a szíve. Nyissuk meg! Jelszó lett a modern életben nyitottság. Valaki azt mondja, hogy mindenre nyitott vagyok. Hát erre nagyon haragszom. Mert a szarvasmarha is intelligensebb, mert az nem mindenre nyitott, az csak azt a füvet legeli le, ami neki jó. Tehát nem mindenre vagyok nyitott, csak az értékekre. Az igazra, a jóra, a szépre, a barátságra. De hát az értékek mögött ott van valaki. Most nagyon divatos átvenni a hindu vallásból a meditációt, és akkor kiülnek a napra is, érzik a szeretetet a világból. Erre egy olyan pap, aki hindu guru volt, tehát kiment 68-ba egy fiatal francia, beavatást nyert a hindu vallásba, őt guruvá nevezték ki. Majd hazajött, kereste keresztény gyökereit, 10 év alatt végzett teológiát, és most egy szerzetes közösség előjárója. Ez hivatalosan, hitelesen beszél arról. Indiában nagy istenkereső vallás, de vigyázz, ott nincs szeretet. Ott el kell felejteni azt, hogy én. Hát ez az örök boldogság, a nirvána. Ez kell neked, Európa. Mert azt mondja Buddha, hogy a szeretet is illúzió, látszat, és a gyűlölet is látszat.
Mert az is látszat, hogy te meg én. Nincs, csak egy van. És akkor importálják keresztény vízzel leöntve, szentelt vízzel, álszentelt vízzel, hogy most akkor ne hallgass az egyháza meg Krisztus, hanem most meditálj, sugárzik a mindenségből a szeretet. Nem sugárzik. Ha sugárzik a szeretet, akkor van, aki szeret. Ez egy keresztény gondolat, ez Krisztus hozta. Ha én bemegyek egy családba, és érzem, hogy olyan jó hangulat van. Tényleg sugárzik a szeretet. Hát nem a falakból, meg a nagy fazékból, hanem a személyekből. Tehát, ha érzed egy-egy pillanatra, hogy sugárzik a szeretet, sok probléma van, tragédiák. De azért mi olyan Istenbe hiszünk, aki emberré lett, aki tudja, hogy mi az, hogy halál. Testvérek, ezt nem lehet kitalálni. A zsidó számára egy mondatban nem lehet az, hogy Isten és a halál, még úgyse a tagadjuk. Tehát az csak a görög mondja, hogy Isten halhatatlan. Ilyent a rabbi nem mond, mert a halál olyan szennyes szó, hogy Istennel nem lehet összekapcsolni. És ez történt meg. Ha Isten csak hogy valahol lenne az ő végtelen tökéletességében, és nem tudná, hogy a tőle elszakadt emberiség mit szenved, és mit jelent meghalni, akkor ez az Isten kigúnyolna minket. Ezért a kereszt a legnagyobb szeretet jele. Amikor haldoklok, akkor is velem lesz. Ott lesz. Most haldoklik egy hozzám közel álló, nagy tudású akadémikus. Hatalmas hite volt, 7 gyermek édesapja. És elimádkozom minden este érte a haldoklók imádságát, amely így szól többek között, hogy Uram, vedd magadhoz, hívd ki ebből a világból a te szolgádat, hiszen te teremtetted őt, te váltottad meg őt, senki se szerette őt annyira, mint te. Ne a bűneit nézzed, hanem az, hogy te meghaltál érte. És van egy félelmetesen szép mondat, költözzél el ebből a világból. Van egy másik. Az a másik, arról ne fantáziáljunk. Mert amilyen nagy különbség van a nem létezés és a létezés között, és itt vagyunk testvérek, hát az Isten bizonyíték, mert honnan vagyunk? Isten a semmiből teremtette a világot, mert ha egy atom létezett volna Isten nélkül, akkor Isten nem lenne Isten. Mert korlátozná az ő létteljességét. Honnan van? Tehát az, hogy te meg én itt vagyunk, az nagyobb dolog, mint a holtak feltámadása. Isten teremtő szeretet. Amikor a szentek megrendülnek Istentől, akkor nem rettegnek, nem félnek, hanem attól rendültek meg, hogy nem hittem, hogy ekkora szeretet létezik. Amikor a szív, az emberi én megnyílik Istenre, minden nap imádkoz. Ha például nem nagyon hiszel, akkor mondd azt, hogy Istenem, ha vagy, szeretlek. Megnyílik az embernek ez a belső világa, és akkor az értelemről eltűnik a homály, és akkor az ész, vagyis a hivatásom, amit kell tennem minden nap, az önkormányzatba, az OTP-be, a családba, akkor az eszemet se járatom hiába valóságon, ahogyan ezek a nagyok alkottak. István királyság azért maradt fönt, mert nem csak az anyagi hazát adta, hanem többet. Testvérek, hol van akkor Németország? Hát nincs. Hercegségek vannak. Hol van Franciaország? Hol van Oroszország? Kievi fejedelemség, itt pedig egy ország van. Egy ország, és ami marad, mert igenis ismerem a magyarokat. Isten szereti a magyarokat. Egyik nemzetnek sincs ennyi szentje, éppen az Árpád házból, és a legújabbak, egy Salkázi Sára, aki a zsidókért hal meg, mert a két szövetség összetartozik, és annyi egyszerű, névtelen ember, talán a nagyszüleid. Sose emelik oltára, nem kell, de szentek. Megtisztultak, hittek.
Testvérek, milyen szép úgy élni itt a Kárpát-medencében, hogy valahogy egy nagy szeretetben is élek. Ekkor vagyok otthon. Ezért az a zsoltáros úgy megirigyelte a jeruzsálemi templomba a verebeket. Mert a madárházat talál magának, milyen jó neki. Fészket rak, és nem is tudja, hogy van elmúlás. Az úgy, én a te házadban, Uram, a te csarnokaidban, vagyis te nálad találok örök otthont. Amen.